Sziasztok! Ez a Space Junkie YouTube csatorna, és az űrhírek a világból következő részét látjátok. Ahogy azt már megszokhattátok, Dáviddal ketten leszünk a házigazdátok. A héten pedig elég sok érdekes esemény történt. Például, útnak indult az XP űrtávcső. Titokzatos képződményt látott a kínai holdjáró. A NASA bemutatta új űrhajós jelöltjeit. Valamint kiválasztották az első orosz űrhajóst, aki a Crew Dragonnal repülhet. De ne is húzzuk tovább, kezdjünk bele! Kedden került sor a hét első rakéta indítására, melyet a Galactic Energy kínai magánvállalat hajtott végre, hajnali 5 óra 12 perckor a Chiuchuan űrközpontból. Egy Ceres-1 nevű rakéta startolt el, mely összesen 5 különböző műholdat juttatott földkörüli pályára. A kis teherbírású, szilárd meghajtású hajtóművel ellátott rakétának a 2020 novemberi bemutatkozása után ez volt a második küldetése. Az elsődleges rakomány a Golden Bauhinia 103 műhold volt, ami egy alacsony földkörüli pályán keringő képalkotás bemutató egység és az 101 és 02 műholdak utódaként állt pályára. A Galactic Energynek jelenleg legalább egy további lekötött indítása van, de a következő küldetés időpontját egyelőre még nem erősítették meg. Szintén kedden hajtották végre az első amerikai indítást is a héten, melyet eredetileg még múlt hét vasárnapra tűztek ki. A ULA Atlas 5 rakétája az amerikai űrhaderő megbízásából az STP-3 küldetés keretében indult volna december 5-én, de az üzemanyag tároló rendszerében felfedezett szivárgás miatt halasztani kellett a startot, és 2 napra volt szüksége a szakembereknek a javításhoz. Végül december 7-én 11 óra 19-kor elemelkedhetett a rakéta az SLC-41 indítóállásról képkeneverelből, miután a magaslati szelek is csillapodtak és minden körülmény megfelelőnek bizonyult. Az Atlas 5 első fokozat, majd a Centaur második fokozat ezúttal is hibátlanul teljesített, és a ULA eddigi leghosszabb, mintegy 6,5 órás küldetésének végén sikeresen levált az STP-SAT-6 műhold, illetve az LDPE-1, ami egy hosszú idejű meghajtással rendelkező hasznos teheradapter, mely kísérleti eszközöket szállított. A misszió így teljes siker volt, mely a 147. sikeres indítása volt a ULA-nek, így továbbra is 100%-os sikerességi rátával rendelkezik. Tombos. Szerda reggel 8 óra 38 perckor a tervezett időben elindult a Soyuz MS-20 küldetés. Az űrhajóban a hivatásos kozmonauta Alexander Misurkin mellett Maezawa Yusaku, japán milliárdos üzletember és személyi asszisztense Hirano Yozo indult a nemzetközi űrállomásra. A küldetés ezúttal kereskedelmi jellegű, hiszen Maezawa és Hirano űrturistaként töltenek majd el 12 napot az ISS-en. A missziót a Space Adventures nevű vállalat szervezte. A Soyuz 2.1A rakéta megfelelő pályára állította a Soyuz MS-20 űrhajót, mely 6 órás pályaemelő és megközelítési fázis végén gond nélkül dokkolt az űrállomás orosz szegmensének Poisk moduljára. Maezawa és Hirano az egész küldetés dokumentálja majd, de emellett orvosi kísérleteket is végre fognak hajtani az ISS fedélzetén. Az idei 6. és egyben utolsó Electron rakéta startolt el magyar idő szerint csütörtök éjjel 1 óra 2 perckor az új-zélandi Maia félszigeten lévő indítóállásról. A Rocket Lab hordozója ezúttal is 2 Black Sky földmegfigyelő műholdat szállított 430 km-es alacsony föld körüli, azaz LEO pályára. Ez volt a tervezett 4-ből a második dedikált misszió, amit a Black Sky megbízásából hajtottak végre, ugyanis a cégnek további 2 dedikált indításra is van opciója, a szerződés szerint. A Data with Destiny nevű küldetésen újból egy meghosszabbított áramvonalazó kupot használtak az Electron rakétán azért, hogy mind a 2 műhold beférjen a raktérbe. A mostani start alig 3 héttel az előző, szintén a Black Sky-nak végrehajtott indítás után történt, a cég történetében ez a leggyorsabb átállás 2 rakétaindítás között. Az indítás végén mindkét műhold megfelelően levált, és sikerre zárult a küldetés. Alig néhány óra múlva az Electron startja után, reggel 7 órakor sikeresen elstartolt a NASA és az olasz űrügynökség közös űrtávcsöve, az Imaging X-ray Polarimetry Explorer, vagy XP, ami a világon elsőként fogja a kozmikus eredetű röntgensugarak polarizációját kutatni. Ezt az indítást mi is közvetítettük élőben, amit a videótárunkban tudtak visszanézni. Az indításra a SpaceX 5-ére induló B-1061 Falcon 9 rakétájával került sor a Kennedy űrközpont 39A startállásáról.
Az indítás érdekessége volt, hogy szinte az egyenlítővel megegyező pályára állítás során a rakéta második fokozatának 6G gravitációs gyorsulásnak megfelelő pályakorrekcióval kellett a megfelelő inklinációjú, azaz hajlásszögű keringési pályát elérni. Miután ezt sikeresen végrehajtotta, 35 perccel indítás után levált a kisméretű XP-szonda. Elnevezése onnan származik, hogy a teleszkóp három megegyező távcsőrendszer segítségével a kozmikus forrásokból érkező röntgensugarak polarizációját fogja vizsgálni. Ebből adódóan több érdekes űrbéli célpont, mint például aktív galaxismagok, kvazárok, pulzárok, szupernova maradványok, magnetárok, neutroncsillagok és fekete lyukak mágneses mezejét is képesek lesznek kutatni. Általában az ilyen objektumokat nagy energiájú röntgensugárzás veszi körül, mely polarizálódhat, és ennek a jelenségnek a tanulmányozása segítheti a tudósokat az ilyen objektumok közvetlen környezetének megismerésében. A hét utolsó indítását pedig a Blue Origin hajtotta végre szombat délután, mely már a harmadik emberes űrugrásuk volt, viszont első alkalommal utazhatott 6 személy a kabinban a világűr határáig. A 6 utas közül 2 a cég meghívottjaként, 4 pedig fizetős űrturistaként vettek részt a küldetésen. A 2 meghívott egyike, Laura Shepherd Churchley, annak az Ellen Shepherdnek a lánya, aki az első amerikaiként jutott el az űrbe a Freedom 7 űrhajóval, és akiről épp a Blue Origin szuborbitális rakétáját, a New Shepherdet elnevezték. Laurán kívül Michael Strahan sportoló és tévés műsorvezető kapott meghívást, a további utasok pedig Dylan Taylor űripari befektető, Evan Dick pilóta és menedzser, Lane Bass kiberbiztonsági tanácsadó és fia Cameron Bass online tartalomgyártó voltak. A New Shepherd indítása sikeresen lezajlott, majd a kabin is megfelelően levárt a hordozó rakétáról, és végül mindkét egység megfelelő visszatérési pályán hibátlan leszállást hajtott végre. Ráadásként mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a jelenlegi tervek szerint már csak másfél hét van hátra a James Webb űrtávcső indításáig. Mi is nagyon készülünk az évek óta várt eseményre, és minden nap frissítjük képgalériánkat a weboldalon, amelyben a távcső építéséről láthattok remek fotókat. Az utolsó héten pedig külön cikkekben mutatjuk majd be a James Webb történetét, a megannyi csúszás okát és a leendő kutatási feladatait. És természetesen élőben fogjuk közvetíteni az indítást is december 22-én, ahol csatlakozik hozzánk Rezsa Beknándi, a Planetology.hu alapítója és szerkesztője, illetve az űrkutatás magyarul partner csatorna szerkesztője, Gergő is. Mindenképpen érdemes lesz velünk tartani. A NASA december 6-án kedden mutatta be azt a 10 űrhajós jelöltet, akiket 12.000 jelentkező közül választottak ki. Bill Nelson, az űrhivatal igazgatója a Houstoni Johnson űrközpontban tartott rendezvényen mutatta be a 2021-es űrhajós osztály tagjait. A jelöltek 2022. januárjában jelentkeznek szolgálatra a Johnson űrközpontban, hogy megkezdjék 2 éves kiképzésüket, amely 5 fő kategóriába sorolható. A nemzetközi űrállomás komplex rendszereinek működtetése és karbantartása, űrsétákra való felkészülés, komplex robotikai készségek fejlesztése, egy T-38-as gyakorló repülőgép biztonságos üzemeltetése, valamint az orosz nyelv elsajátítása. A képzés elvégzése után ők is részt vehetnek a nemzetközi űrállomás fedélzetén zajló kutatásokban, ahová kereskedelmi cégek által épített űrhajókkal indulhatnak el, valamint eljuthatnak a Holdra a NASA Orion űrhajójával, de akár közülük kerülhet ki az első asztronauta is, aki majd a Marsra indulhat. A mostani 10 új taggal a NASA az 1959-ben kijelölt híres Mercury hetek első űrhajósai óta 360 asztronautát választott ki. A 2021-es űrhajós osztály tagjai Nicole Ayers, légierő őrnagy, Christopher Williams, Luke Delaney nyugállományú tengerészgyalogos őrnagy, Jessica Whitner, haditengerészeti alezredes, Enil Menon, alezredes, Marcos Berrios, légierőőrnagy, Jack Hathaway, haditengerészeti parancsnok, Christina Birch, Dennis Burnham, haditengerészeti hadnagy és André Douglas. Kínai Nemzeti űrhivatal Jádenyúl névre hallgató holdjárója a rutinszerű tudományos munka közben egy felettébb érdekes dologra bukkant nemrég. A rover egyik kameraképén ugyanis egy kocka alakú objektumot véltek felfedezni a kínai szakemberek, aminek eredete egyelőre nem ismert.
Az ismeretlen képződmény északra helyezkedik el a holdjárótól, és körülbelül 80 méteres távolságra volt november végén, ami akkor a küldetés 36. holdi napjának felelt meg. A kutatók 2-3 hónapig ezzel az ismeretlen képződménnyel fognak leginkább foglalkozni, amíg a holdjáró eljut hozzá. A legtöbb vélemény szerint több mint valószínű, hogy az objektum valójában egy olyan szikla, amely egy nagyobb erejű becsapódás alkalmával került ki a hold felszínére. A jádenyúl 2019. január 3-án érkezett meg a von Karman kráterbe, és azóta 850 métert tett meg a kráterekkel és mélyedésekkel szabdalt területen. Az egész Chang'e 4 küldetés érdekessége, hogy kevesebbe került a szonda kifejlesztése, megépítése és pályára állítása, mint egy kilométernyi metróalagút építése, legalábbis ha a kínai építőipari árakkal számolunk. December 5-én teljesítette 17. repülését az Ingenuity Mars drón helikopter. Már a 17-et? Azért az eredeti 5-höz képest ez igencsak szép szám. Bizonyám! A repülés ezúttal sem volt problémamentes, ugyanis az utolsó ereszkedési fázisban megszakadt a rádió kapcsolat a kis jármű és a Perseverance masáró között. A beérkező telemetriai adatok alapján a jármű teljesítette a 187 méteres észak-kelet irányú 117 másodperces 10 méteres magasságban történő repülést, de az ereszkedési fázis utolsó harmadában nagyjából 3 méterrel a felszín felett megszakadt a kapcsolat, mely a Perseverance és az Ingenuity közötti, a leszárás során kialakult nehézkes rádió konfiguráció miatt következett be. De mielőtt bárki katasztrófára gondolna, fontos megemlíteni, hogy a repülés autonóm módon előre megadott paraméterek alapján történt ezúttal is, tehát a kapcsolat elvesztésével nem vált irányíthatatlanná a helikopter, vagy nem zuhant le. A problémát az okozhatta, hogy mire a 17. repülés végrehajtása készen állt, a marsjáró új helyre ment és a rádiókommunikáció szempontjából kihívást jelentő irányban volt, de a dombozati viszonyok is akadályozhatták a rádiójelek vételét. Az Ingenuity-nek egy olyan leszálló helyre kellett repülnie, ahol egy 4 méteres domb a két jármű közé került, zavarban rálátást. A kiemelkedés a 10 méter magasságban történő repülés nagy részében kevés akadályt jelentett a rádió kapcsolat számára, de ahogy az Ingenuity ereszkedni kezdett, a domb elkezdte leárnyékolni a kommunikációt a rover és a helikopter antennái között. A probléma ellenére a rendelkezésre álló adatok arra utaltak, hogy a küldetés sikeres volt, a jel elvesztéséig pedig minden hiba nélkül zajlott. Körülbelül 15 perccel később a Perseverance több telemetria csomagot kapott a helikoptertől, amelyekből kiderült, hogy a repülési elektronika és az akkumulátor üzemképes maradt. Jelenleg az adatátvitel zajlik a drónhelikopter és a marsjáró között, és miután a szakemberek meggyőződhettek arról, hogy valóban sértetlen az Ingenuity, a tervek szerint 2 héten belül már a 18. repülésre is sor kerülhet. Szerdán jelentette be Dmitri Rogozin, a Roscosmos vezetője, hogy Anna Kikinát jelölték a SpaceX Crew 5 küldetés 4. tagjának. A 37 éves kozmonauta hölgy 2022 őszén utazhat a nemzetközi űrállomásra, első oroszként egy amerikai kereskedelmi űrhajón. Kikina 2012 óta a Roscosmos űrhajósa, és jelenleg ő az egyetlen aktív hölgy az állományban, illetve ő az egyik azon 4 kozmonauta közül, akik idén novemberben kezdték meg a felkészülést és tréninget a Crew Dragonnal történő repülésekhez. Korábban a Soyuz MS-22 egyik tagjának jelölték ki, mely 2022. szeptemberében indul majd 188 napos küldetésére az ISS-re, de végül a Roscosmos és a NASA közötti barter megállapodás szerinti űrhajós cserének köszönhetően egy Crew Dragonnal indulhat majd. Rogozin azt is megerősítette, hogy a jövőben egy amerikai űrhajós is helyet kap majd valamelyik Soyuz űrhajón. A kozmonauta hölgy kiválasztása egyúttal azt is jelenti, hogy Janet Epps, a NASA asztronautája kikerül a Crew 5 személyzetéből, bár az ő részvételét eddig nem is erősítették meg hivatalosan. A Crew 5 négyfős személyzete így teljessé vált. Október 6-án jelentette be a NASA, hogy Nicole Mann lesz a küldetés parancsnoka, Josh Quesada a pilóta, majd rá egy héttel a japán Wakata Koichi küldetés specialista részvétele is hivatalos lett. A hét leglátványosabb történéseit ezúttal nem tesztelés, hanem két átszállítás jelentette. Az első ilyen műveletre hétfőn került sor,
amikor a B2.1 tesztartályt vitték vissza a gyártási terület tároló részére, így vele újra befejeződtek a földi tesztek. Szintén ezen a napon a SpaceX legújabb és már saját daruja a Booster 4-hez gördült, és a hordozó rakéta tetejére emelte azt a segédgerendát, ami az oldalirányú erőt csökkenti majd emeléskor, így nem fog a rakéta törzse elvetemedni. Azt nem tudni, hogy mikor emeli a daru a Super Heavy-t az indítóállásra, de jövő héten lehet sor kerül rá, és megkezdődhetnek a tesztek is, számos egyéb munkafolyamat mellett. A hatalmas, gyűrű alakú felépítményen egyébként folyamatosan zajlanak a befejező műveletek, a helyére került az első fokozat gyors leválású tankoló és tartókarjának védőborítása is, számos egyéb munkafolyamat mellett. A másik szállítási műveletet szerdán hajtotta végre a SpaceX, amikor is a Booster 5, tehát a második teljes, már tesztrepülésre szánt Super Heavy prototípus elhagyta a High Bay toronyhangárt, és elfoglalta tárolóhelyét az SN15 és SN16 prototípusok mellett. Az áthelyezésre valószínűleg azért volt szükség, mert hamarosan befejeződik az S21 második fokozat orrkúpjának végszerelése is, ezután pedig már az alsó törzs részre történő illesztés következik. Ez viszont csak a High Bay-ben lehet végrehajtani, és ennek kellett helyet biztosítani a hangárban. Csütörtökön ismét egy fontos előrelépés történt az orbitális tesztrepülések megkezdése felé. Az FCC, magyarul Szövetségi Kommunikációs Bizottság kiadta az engedélyt a műveletek végrehajtásához 2022. március 1-jéig. Ez egy nagyon jó jel lehet a még pontosabb engedély kiadása előtt, amit már az FAA, tehát a Szövetségi Légügyi Hivatal fog megtenni a környezeti hatástanulmány elbírálása után. Erre sem kell már sokat várnunk, mert a hírek szerint 2022 első napján ezt a véleményezést is közzé fogja tenni a hivatal, és annak eredménye határozza meg a Starship első orbitális tesztrepülésének végrehajtását. Ha kedvező elbírálást kap a Starbase, akkor jövő év elején már valóban sor kerülhet a várva várt és igencsak látványosnak ígérkező eseményre. A Starshipről, illetve az egész programról egyébként hamarosan közé teszünk egy mindenre kiterjedő bemutató videót, az előzményektől kezdve a teljes technikai bemutatáson át a forradalmi újításokig, amit a SpaceX kifejlesztett az utóbbi években. Érdemes lesz figyelni a csatornát. A Rocket Lab hordozója ezúttal is két Black Sky műhold megfigyelő. Ez a műhold megfigyelő, ez jó lesz. Mindig el fogom röhögni. Hogy a teleszkóp három megegyező távcsórend... Ez pákos volt. Dylan Taylor, űripali befektető, űripali. Űripali. Milyen pali? Űripali. Ül! Ha tetszik, amit csinálunk, iratkozzatok fel a csatornára, valamint bökjetek rá a csengőre is. Továbbá jutalmazzatok meg minket egy lájkkal. A Space Junkie-t megtaláljátok a Facebookon, spacejunkie.hu néven, vagy pedig űrutazás űrhajók csoportként, de fent vagyunk Twitteren, fent vagyunk Instagramon, fent vagyunk TikTokon, és ráadásul egy csodálatosan jó Discord közösségét építettünk fel, ahová szeretettel várunk benneteket. Találkozunk jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok.